Start! Start elindult a szombati ügető a nyeretlenek versenyével, és rögtön a favorizált, de hát elég bizonytalan Eden Evo galopozgatott az autó mögött, legalább egy 60 métert adott ott a többieknek, de még nehezebb lesz majd a dolga. Négyessel az első versenyben futó Emilio Family kezdett nagyon jól, mellette a másod favorit Elinor Lady is tartja, és jól sikerült, aztán Euridis következik mellette Édeská Kolozsival, elegáns hőstartjára sem lehet panasz, majd Dollár BD következik. Néhányan azért gyengébben kezdtek, és hát azért egyelőre Eden Evo nem nagyon tud lábra kapni. Ő van kiszakadva, de Excellence tartja sem sikerült különösebben jól. Az első egyenes közepén, 1300-zal a vége előtt, Emilio Family előnye nagyjából egy olyan jó másfél hosszas Elinor Ladyvel szemben. Euridis bent a falon a közeli harmadik mellette Édeská versenye, ez elegáns, hogy nagyon jól tartja magát. Aztán egyre inkább szakad szét a mezőny, újabb hiba Eden Evótól, úgyhogy biztosan kiesett most már a versenyből. Így van, a versenye nem sikerült, annál jobban sikerülhet viszont Emilio Familynek, aki élete első versenyében fut Kerekes Ervinnel. Most érkezik mellé Elinor Lady, aki azért viszont egy kimondottan jó esélyű lónak apostrofálható. Euridis a következő lovunk bent a falon, kívül pedig Édeská, majd pedig ismét egy kettes fogatot láthatunk, Dollár BD, illetőleg Elegáns Hölgy. Ez az úgymond élcsoport. Egyébként a háttérből megindult Elegáns Hölgy, elől pedig átvette a vezetést Elinor Lady. Most már Elinor Lady van az élen, második helyre fölügetett Édeská. Egyértelműen gyorsult egyébként a verseny. Ez a két ló egy picit megszaladni is látszik a többiektől, miközben ugye egy pálya elhagyást is láthatunk, vélhetően hibázott a ló. Akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarra, Elinor Lady vezet, Elinor Lady mellett, mögött pedig ott van Édeská. Újabb galoppozoló Dollár BD, három esélyes ló, illetve mögöttük mellettük Euridis, akik majd csatázni fognak vélhetően a helyezésekért, miközben Elinor Lady fáradni látszik meglepetése, Édeská az, aki át tudta tőle venni a vezetést, Édeskát pedig Elegáns Hölgy fogja megtámadni. Édeská, Elegáns Hölgy, Elinor Lady mellett most már Euridis is elmenni látszik. Én az utolsó 150 méter Kolozsival Édeská védekezik, Elegáns Hölgy folyamatosan támadja, de egyelőre még talán fél osz van a két ló között a különbség. Az utolsó 50-en Elegáns Hölgy próbál még egyszer elindulni, Édeská vagy Elegáns Hölgy bent a falon, Édeská előrébb van, Édeská Kolozsival az, aki elveszíti a nyeretlenségét. Édeská, Elegáns Hölgy, Euridis lesz majd a nagyon szoros harmadik, de messzi negyediknek esik vissza Elinor Lady, az ötödik helyre pedig Fazekassal egy Cselenza jön fel. Start! Start elindult a második futam, az Elegant Lady D, és meglepetésre Escobar galoppozott a start előtt, sőt a start után is, úgyhogy kiesik a versenyből a futam másodfavoritja. A többiekkel egyelőre nem volt probléma, remekül kezd David Effling, egyre érettebben mozog, a Iko Istaro Derby reménysége jó starttal őrizni tudja a falat, Don't Stop Me Now-al szemben, 2-3, sőt most már inkább 4-5 hosszal követi őket, El Diablo, ő vezeti tulajdonképpen az üldöző bolyt, Ozsván Zoltánnal Emily Sandy át érkezik meg mellé, mögé, aztán Despacito következik, és Erzsébet királyné, az, aki még relatíve jól tartja magát, egy exkluzív Fox is versenyben, de egyenlővekvő hátrányban a többiekkel szemben. Akkor, amikor az első egyenes közepén jár az Elegant Lady D mezőnye, akkor David Effling könnyedén tudja tartani a falat, őrzi az előnyét, de folyamatosan támadja, támadgatja Don't Stop Me Now, úgyhogy nem lazíthat a fogadó kedvence, és a másik két kettes fogat is egyre közelebb most már a vezető pároshoz. Tulajdonképpen egyetlen egy ló van, amíg versenyben lévő fogatók közül kiszakadva, a kettes Exclusive Fox Kárai Józseffel, a többiek hatan pedig három kettes fogatot alkotnak. Változás nincsen, tehát ez azt jelenti, hogy a legjobb helyzetben David Effling van, aki a kanyarnak köszönhetően, hiszen őget belül tud, és elugrotta magát. Ebben a pillanatban elugrotta magát, tehát ki fog szállni a nagy favorit David Effling, úgyhogy el is mennek mellette elsőként Don't Stop Me Now, de nála is sokkal gyorsabb Emily Sandy Eighty Ozsvár Zoltánnal, és hibázott még rajta kívül az eddig támadó Don't Stop Me Now, és úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon vegyes a kép, mondjuk el, gyakorlatilag egy ugró iskolára emlékeztet ez az egész verseny, amit köszön szépen Emily Sandy Eighty, és elmegy vezetni hozzá legközelebb Erzsébet királynő üget, illetőleg a harmadik pozícióban ott van Despacito. Hát eléggé felborult a verseny a túlsó egyenesben, és ebből a kalamajkából Emily Sandy átjött ki nagyon-nagyon jól, viszont Erzsébet királynő folyamatosan támadja, közeli
közelít hozzá, és akár még erős ellenfél is lehet a befutóban. Despacito egyelőre a harmadik, El Diablo pedig a negyedik pozícióban. Exclusive Fox van még versenyben. Emily Sandy AT előnye folyamatosan olvad, a távoszlopot elérve most már Erzsébet királyné gyakorlatilag ott van mellette. Bent a falon Emily Sandy AT mellette Erzsébet királynő, Erzsébet királynő az utolsó 50-en fölénybe kerül, és Erzsébet királynő Márton Lajossal megnyeri az Elegant Lady díjat. Erzsébet királynő első versenyét nyeri pályafutása során, Emily Sandy AT mögött pedig Despacito megtartja a harmadik helyét. El Diablo szoros negyedik, ötödik helyre pedig Exclusive Fox érkezik. Jazz, 1-2, start! Második nekifutása már helyek közül, azt lehet mondani, hogy jó a start, ez a Vaslédi díj, és elintás követően már van egy galoppozóló, méghozzá Aerodynamics a futam egyik favoritja, nem tud eljönni hiba nélkül a starttól, és könnyen lehet, hogy ezzel véget is ér a verseny. A többieken nincs gond, főleg nincs Cyrano RG-vel, aki Dukai Tamással remekül kanyarodik, és remekül is kezdető van az élen, Dream of Mine-nal szemben. Airline mögött pedig Petra Larocque következik, majd pedig Eusebio az, aki tulajdonképpen még az élmezőn tagja. A két 2020-ról forduló is azért úton van, jelentem, mert Dusán is és Diana Gúr is szépen megkezdi faragni a tér hátrányát. Az élen azonban még mindig Cyrano RG az első számú papíresélyese a futamnak. Bent a falon Dream of Mine, mellettük pedig Airline helyezkedik nagyon-nagyon közel, és Petra Larocque is csatlakozni fog, úgyhogy mire majd egy kör lesz hátra, két kettes fogat vezeti majd a Vaslédi díj mezőnyét, mögöttük pedig 3-4 hosszas távolságban Eusebio az, aki egyre inkább közeledik, a háttérről pedig ebben a pillanatban már Diana Gul is csatlakozást talál. E pillanatban meg is kapja a csatlakozást, hiszen utolérni látszik Eusebiót, ami az elejét illeti továbbra is Cyrano RG diktálja a tempót, őt egy kicsit presszionálja Airline a külső spúron, majd Dream of Mine a következő lovunk, aztán pedig Petra Larocque-ot láthatjuk, és bizony nagyon szépen sikerült a zárkózása Diana Gulnak is, meghívott hajtójával, Fazekas Andreával. Ott van, illetőleg hát Dusán sincsen kiszakadva, ő zárja ugyan a mezőnyt, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vezető lótól nem lehet messzebb, mint egy 10 méterre. Aki vezet továbbra is Cyrano RG. Cyrano RG előnye egy olyan nyakosz lehet Airline-nal szemben, szinte teljesen a hátára nyomja a Fazekas mester Dream of Mind, ő ott próbál majd jobb pozíciót teremteni magának. Eusebio ott a mezőny közepéről elindulhat majd esetleg egy támadással, de egy kicsit be van zárva Petra Larocque által, akkor, amikor az utolsó kanyarban vagyunk, Cyrano RG még vezet. Némi meglepetése, tulajdonképpen teljesen együtt az egész mezőny a Vaslédi díjban, itt bármelyik lónak juthat még szerep majd a végelszámolásnál. Cyrano RG vezet mögött, azonban a komplett csapat támad legyezőszerűen, Dream of Mine kijött a falról, Petra Larocque is megindulni látszik, Diana Gul remek versenyt fut, és Eusebio-nak is most már talán van útja, Cyrano RG-nek azonban van még előnye, nagyjából ez egy jó másfél-két osz, kívülről Diana Gul nagyon erős támadást indít, Dream of Mine is ott lehet a dobogón, Cyrano RG-t azonban nem lehet utolérni Dukai Tamással, Cyrano RG nyeri a Vaslédi díjat, mögötte Diana Gulla a második, Dream of Mine a harmadik, Petra Larocque, illetve Eusebio a negyedik, ötödik helyen, majd Dusán, Aerodynamics és a végén elfáradt Airline. Start! Start elindult a Brown Lady Handicap, hiba nélkül kezd a csapat, és egyelőre hárman próbálják elvenni a falat. Jálom szépen van belül, mellette Bulibáro és Brízep a két tréningtárs, ők ketten maradnak a frontban. Virhergé sem kezdett rosszul, vezér még egyelőre az élmezőn tagja. A kanyar végén Brízep Kolozsival gyorsít, és egy éves kiadás után vesz egy nagyon-nagyon jó startot, és az egyenese fordulva már a tavalyi tavaszi handicap ezüstérmese tud vezetni. Bríza, Bulibáro, álomszépe, kívülről érkeznek a többiek. Jön Vihar RG, és jön mögötte Reménység. Bernak Vírem startja sosem volt a legerősebb, most is gyengébben kapott lábra, visszacsúszik a boly végére, és mellette még azért Donna az, aki zárkózgatni próbál. Egy lónak voltak nagyon komoly problémái, Dulszerel, Tobozó, Fazekas Andrával tulajdonképpen most már esély nélkül nagyon-nagyon messze. Nagyon-nagyon messze, legalább 60 méter a hátránya a pelotonnal szemben. Mi az elejét illeti, Vihar RG vezetni tud, mögötte egy kettes fogat, bent Brízap, kívül pedig Reménység színei tűnnek föl, aztán bent a falon Bulibáro még mindig nagyon jól helyezkedve, illetőleg mellette vezér, majd álomszépe, aztán jön fölfele Donna. Bizony, hogy jön fölfele Donna, mint hogyha próbálna vele valamit kezdeni, Horváth Zoltán kivesz, és a mezőny végéről megindulni látszik Bernak
Queen M is, akit nagyon szépen játszottak a fogadók, próbál meg előrefele ügetni. Ami az elejét illeti, viszont továbbra is Vihar RG vezet Reménység társaságában. Ők ketten most talán gyorsítanak is a csapásszámon. Harmadik helyen ott van a 14 hónapja nem futott Breeze Up, ellenére kényeztették őt a fogadók. Harmadik spúrba megy ki Donna, onnan próbál meg majd még előrébb jönni, megpróbál először is vezér mellé fölügetni. Akkor, amikor jön az utolsó kanyar, az élen nincsen semmi változás, ez azt jelenti, hogy Vihar RG vezet, és jön rá Reménység. Reménység azért erősebbnek, frissebbnek tűnik, mögöttük vezér kezd fáradni, próbál kijönni, és ki is tud jönni a falról Breeze Up. Fogadó kedvence megkezdi az árkodást, a támadást, és egyel hátrébb pedig azért Berna Queen nem is egyre közelebb a fronthoz. Vihar RG a falon, mellette Reménység, vezér hősiesen támadja őket, Breeze Up egy kicsit üresnek tűnik, Berna Queen pedig rohamozni fog az utolsó 100 méteren. Reménység előnye nagyjából másfél osz vezérrel szemben, Reménység vezér, Breeze Up, Berna Queen nem egyelőre a sorrend, Reménységet pedig nem lehet utolérni Lakatos Árpáddal, Reménység nyeri a Brown Lady Handicapet. Meglepetésre vezér remekül futva, ott van a második helyen, harmadik lesz Berna Queen, nem, mögöttük érkezik Breeze Up, Bully Báró, aztán Donna Álomszép és az elfáradt Vihar RG. Start. Start elindult az utolsó futamunk a mai délutánon, ez a Platina Lady Handicap, és Be Happy kisebb kiágyása után, kedvezőtlen starthely ellenére, nagyon jó induláson van túl, és már vezet még hozzá jó néhány hosszal bent a falon, Csikós az, aki jön vissza, és ott van most már a második helyen Be Happy mögött, aki azért Márton és némiképpen talán visszafogja a tempót, Apollo Creed a favorizált, Bailando, Trencsén, Ambellem, Zsóka következik, két esélyesnek tüggető, viszont egyelőre a mezőny második felében, persze Carlos Fox, illetve Acélos Fű esetében is elsősorban a hajrá szokott nagyon erős lenni. Hát mindenesetre most nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert Be Happy azért nem vette vissza annyira tempót, hogy a két hátsónak ne legyen egy komolyabb hátránya. Be Happy, bent a falon Csikós, mellettük pedig Apollo Creed, aztán jön Bailando, Trencsén, Ambellem és Zsóka, és pár hosszal mögöttük csak Carlos Fox, tehát újabb 3-4 hosszal a szélos fiú. Csikós pedig kisurran gyakorlatilag a belső spúrból, csak azért, hogy fölügessen majd, vagy elkezdje presszionálni Be Happy-t, aki amúgy sem diktál egyébként lassú iramot, bent a falon ott versenyez Bailando mellett pedig az egyre jobb helyzetbe kerülő Trencsén, majd pedig Ambella M, illetőleg Zsóka, ez a sorrendünk a mezőny első felébe, aztán Carlos Foxot láthatjuk, Apollo Creedet, és még mindig a mezőny végén Acélos fiú. Nagyon-nagyon jó tempót látszik diktálni Be Happy, előnye ismét megnőtt, most már egy olyan jó 2,5-3 hosszal jár Csikós előtt, Csikós meglepően jó versenyt látszik futni, aztán pedig következik Trencsén, illetőleg a falat tudja tartani Bailando, ha lesz útja, akkor ő még nagyon komoly ellenfele lehet a vezető lónak, már pedig úgy tűnik, hogy belül el tud menni. Izgalmas lehet azért majd az utolsó pár száz méter, mert közelítenek szép lassan a hátsók, Be Happy pedig most már látszanak a fáradtság jelei. Jön kívül Trencsén, elindul Zsóka, Acélos fiú most már versenyben van, egy kicsit talán Carlos Fox helyzete tűnik nehéznek. Be Happy mellé Trencsén érkezik meg a befutóra fordulva. Trencsén átveszi most már a vezetés, Bárándó nem tűnik erősnek. Jön kívül Zsóka, jöhet majd Acélos fiú még a dobogóra. Be Happy talán már verved a dobogért küzd. Trencsén viszont vezet Kolozsi Sándorral, Trencsén jönnek kívülről a többiek, Zsóka, illetve Acélos fiú, Trencsét azonban innen már nem lehet megvenni, Trencsén nyeri a Platina Lady Handicapet. Trencsén, Acélos fiú és Zsóka, ez a befutási sorrend. Végül negyedik lesz majd Be Happy, ötödik pedig Carlos Fox. Start elindult az 1200 méteres tatai díj, az újon címéről a szúrnak nem igazán jött ki a start, és rögtön egy 5-6-os hátrányban a többiekkel szemben. Az pedig nem meglepetés, hogy Némsebi rögtön próbál az érre törni, de egyelőre azért hárman viszonylag közel vannak hozzá. Leo, Oligarha, illetve Ultrapont triójáról van szó, közülük Ultrapont tűnik azért a legerősebbnek, és egyelőre egy picit azért megpróbálja megnehezíteni a favorit dolgát, hogy Ultrapóni a fal, mellette pedig Némsebi egyelőre nem tudott neki lecsukni. 5-6 hosszal mögöttük Oligarha, következik Oligarha, mögött Leo, már pedig no argument, a Simrodus úr ebben a versenyben aligha fog felérni a frontba. Az utolsó 600 méter kezdetén Ultrapont egyelőre óriásit védekezik, és tudja hárítani a folyamatosan őt támadó Dame Shelbynek a rohamát a harmadik pozícióban, hogy lehetett várni az Oligarha fut egy egészen jó versenyt. Kézbe jön Oligarha, hogy van rá azért esélye, hogy Dame Shelbyre veszélyt jelent majd olyannyira, hogy a távoztophoz közeledve Oligarha felgaloppozik most már Dame Shelby mellé, Dame Shelby középen, mellette pedig Oligarha, Oligarha vagy Dame Shelby, Oligarha most
most már fölényben fél hosszal, egy hosszal és Démselbi előtt, a harmadik helyet talán a végén majd Leo fel tud kapaszkodni, és Oligarcha Farkas Dorottyával meg tudja nyerni a Tatai díjat a favorittal szemben. Oligarcha, Démselbi és talán pont a célban Leo, ez lehet majd a befutási sorrend, nagyon szoros negyedik ultrapon, mögöttük No Argument és messze Szimori de Szúr. És tart elindult az 1400 méteres nyeretlenek verseny, Mirtus hangos tartja nem sikerült, azért finoman fogalmazva sem tökéletesen. Guinness viszont jól kezd és elmegy vezetni, Guinness Carlos Ego egyelőre a sorrend, kívülről Green Emerás tartja és egészen jól sikerült, úgyhogy négyes szinte fej-fej mellett galopoznak, aztán jön Blanco mellett most már Merlin is ott van. Egyelőre Selektív is jól tartja magát, és Mirtus Hangának is nagyjából sikerült utolérni a társaságot. Egészen kívül Selektív igyekszik menet közben megkerülni az élmezőt. Szorosan együtt a csapat némi meglepetése talán, hiszen azért egy rutintalan társaságról van szó, és aki diktálja az iramot, az Guinness. Guinness előnye egy hossz nagyjából, mögött a másik két kedvenc, bent a falon Merlin, mellettük pedig Carlos, tehát a három kedvenc hozza majd a lovakat a verseny második felére, mögöttük Green Emerald van közel, már azért Blankót erő sen kell lovagolni, megy visszafelé, most galoppozott el mellette a falon Mirtus Hanga, kívülről pedig tovább is Ego, illetve Selektív, óriásit kerülnek mind a ketten. Én még mindig Guinness és két-három hosszas előnye van, sőt nem most már Guinness váltotta a frontban, a falon versenyző Merlin el tudott menni mellette, és próbálja, sőt tudja is növelni az esélyét, óriási lendülettel a háttérből megindult Selektív, talán még lehet helye a dobogón, Merlint azért nem lesz könnyű utolérni, hiszen már csak 150 méterre van hátra, vezet Merlin, mögötte hatalmas a csata a helyezésekért, jön Carlos, jön Selektív, Guinness pedig védekezik, Merlin pedig úgy nyer, ahogy akar, Merlin, Carlos és pont a célban talán Selektív, ott nyilván kell majd azért a célfotó, mert Guinness-szel ott azért közel egymáshoz az újonccal. Elindult az 1600 méteres Silver Frost Handicap, gyengén kapott lábra, de aztán javított Erik Dantes, a mezőny végére így a szürke ellen Ketcher csúszik vissza, aki pedig rögtön a startot követően átveszi a vezetést a Sayuri, míg bent a falon Sir Cassian Circle színei látszanak, Tiger Lily jelen pillanatban a harmadik, majd jön Annava, Erik Dantes, illetőleg Ellen Ketcher, aki szintén azért megtalálta a lábait, teljesen egy tömbben halad a mezőny bent a falon, tudja tartani a belsővet szerkeszén Circle, mellette pedig Sayuri tűnik föl, így érkeznek majd az első kanyarhoz, jelentős változás nincs, bár a szemmel látható, hogy itt egészen kívül ebből Erik Dantes próbál meg majd feljebb menni. Akkor, amikor érkeznek a kanyarba, továbbra is élen van Sir Cassian Circle, majd Sayuri, bent a falon Annava, Tiger Lily, egy picikét visszább csúszott Erik Dantes, és továbbra is a sort Ellen Ketcher zárja, akkor, amikor a kanyar közepéhez érkezik a mezőny, Sir Cassian Circle egyelőre meggyőzőnek tűnik, második pozícióban ott van Sayuri jelen pillanatban, onnan majd még elindulhat, illetőleg ugyanez igaz Annavára is, ők hárman egy kicsit elköszönni látszanak a mezőny másik felétől, akkor, amikor a befutó egyenesben vagyunk, kívülről megindítja a támadást Sayuri. Sayuri lépésről lépésre közelít a vezető Sir Cassian Circle-höz, talán már el is húzott, Sayuri vezet, Sayuri húzza a mezőnyt, Sayuri az élen van, mögötte második pozícióban Sir Cassian Circle, illetőleg megpróbál megindulni Annava is. Az élen folyamatosan Sayuri, Sayuri védekezik, Sayuri nagyon könnyen galoppozik a cél felé, Sayuri meg fogja nyerni ezt a versenyt, mögötte érkezik Sir Cassian Circle, és a harmadik hely helyezést szerzi meg Annava. Hármas, kettes, ötös, tehát a nem hivatalos befutási sorrendünk. Start elindult a 2000 méteres Pigeon Catcher Handicap, az egész mezőny jól tudott elugrani a géptől, Pannon Force DL, Itonda és most már Shining Star 3-asa tűnik fel a frontban, és nagyon úgy fest, hogy csak úgy, mint legutóbb, ezúttal is Shining Star elvállalja azt, hogy elmegy vezetni, bent a falon Pannon Force DL, mellette pedig Itonda, harmadik spurban Labotász, majd jön Samilla, illetve Póker Lever, hát ahhoz képest, hogy 5B-s versenyről van szó hosszabb távon, viszonylag jónak tűnik azért a tempó, a sor végére passzió csúszik vissza, de nincsenek azért komoly különbségek első, illetve utolsó között. A túlsó egyenesre Shining Star fordul majd elsőként, másfél-két hossz az előnye Itondával és Labotásszal szemben, tehát egyelőre a fogadók három nagy kedvence az első három helyen, Póker Lever jelenleg a
negyedik, Szamila pedig az ötödik, Szamilát nagyjából két hossznyira követi, az már erősen lovagolt Lafiancé, Pannon Force Duelvar egyel hátrébb, Passió pedig egyre inkább kezd lemaradozni. A mezőny elhagyta most már az ügető átjárót, és egyre inkább nőnek a különbségek, a három outsider folyamatosan maradozik le, Shining Star pedig tartja az előnyét az ezres táblánál is, Itondával, valamint Labotasszal szemben. Mögöttük tovább is az a helyzet, hogy Póker Levernek és Szamilának lehet még esély arra, hogy elcsípjen esetleg egy dobogós helyezést. Itonda marad úgy fest egyedül, Shining Star üldözője a kanyar bejáratánál, Labotasz hozzájuk képes, most már legalább 5-6-hoz hátrányban van, Labotasz mögött viszont egészen jó versenyt fut Póker Lever, illetve Shamilla. A finisht közelítve egy páros verseny van kialakulóban. Shining Star vezet, Shining Star mögött pedig az első handicapjét futó Itonda, akinek az Istáro társai mai napon nagyon-nagyon eredményesek voltak, és ütődik, hogy Itonda is az lehet majd, de Shining Star próbálja felrázni Bernard Christopher, és egyre van még talán fél osz előnye Itondával szemben. Shining Star, Itonda, Labotas, Szamilla még a sorrend, ez most már a távoszlop. Shining Star előnye tulajdonképpen elfogyott most már Itondával szemben. Itonda ott van most már Shining Star mellett, sőt talán előtt óriási küzdelem. Itonda vagy Shining Star, Itonda kívül, Shining Star van belül, a harmadik helyért és gigászi csata, Shining Star jön vissza a falon, Shining Star! Shining Star, Itonda, és a végén Szamilla megelőzi Labotaszt, az ötödik helyre pedig talán majd Pannon Force DL fog megérkezni. Start elindult a 2023-as Diós Pusztai díj, és ahogy lehetett rá számítani, Avoiding Water-re Kolumbán őrs magára vállalja a vezetést, és diktálhatja majd a tempót. Punto Banco, aki győzelemmel mutatkozott be a kincsemparban, van ott mellette, mögött a második pozícióban, vagy olyan a nagy favorit Agreement mellett bent a falon, Wall Street Journey, majd a Baden-Badenből érkező Tulsa következik, Éjkirály, és Click Crux pedig egyelőre a hatodik és a hetedik helyen galoppozik. A tempózit ezen a szinten hát inkább csak közepesnek mondható. Punto Bankót elengedi egyelőre vezetni Avoiding Water, aki mellé most Agreement fejlődik fel. A folytatásban tovább is Wall Street Journey, a negyedik túlza pedig az ötödik helyen Éjkirály, és most már Krixrax, aki előtte versenyez. Úgy nagyjából együtt a mezőny, ez köszönhet annak is, hogy továbbra sem fokozták az élenlévők a tempót. Megérkezik a csapat az ügető átjáróhoz, Punto Banco előnye nagyjából egyhoz, Avoiding Waterrel, illetve Agreement-tel szemben. Három favoritát jelenleg az első három helyen, ott vannak a nyakukon a többiek, Wall Street Journey, Tulsa, egészen kívül Krix Krax, Éjkirály pedig tovább is a sereghajtó, de nincs jelentős hátrányban a többiekkel szemben. Most azért gyorsulnak már, Avoiding Water bent a falon, a 800-as táblánál mellette Punto Banco, harmadik továbbra is Agreement mögött, most már azért kezdenek azt hiszem lemaradozni a többiek, ahogy a három favorit gyorsít, ezzel azért nem annyira tudják tartani a lépést a többiek. Punto Banco fárad el, talán először az első három közül. Agreement van mellette, Avoiding Water pedig, hogy szokta, megpróbál megszökni a többiektől, a finisse fordulva Avoiding Water mögött, most már csak Agreement van igazán talpon, Punto Bankot pedig többen is megelőzhetik, Éjkirály jön, Wall Street Journey-en és túlza a harmadik helyért, ami pedig a frontot illeti Avoiding Water mellett, most már jön a favorit Agreement ott van Avoiding Water előtt, a távoszlophoz érve Agreement átveszi Avoiding Water-től a vezetést, túlza pedig remek versenyt futva, ott lehet a dobogó alsó fokán, Agreement pedig nyerni fog a bábolai díj után, a Diós Pusztai díjban sincs legyőzője. Agreement idén ez a nagy díj. Mögött Avoiding Water és Tulsa, Éjkirály, Wall Street Journey, Krix Krax és Punto Banco. Start elindult tehát a hatodik verseny vasárnap délután, ez a Jaros Sándor emlékverseny handicap 2000 méterre harmadosztályban, és Boy Z-vel megy el vezetni Kolumbán őrs, méghozzá úgy, hogy rögtön van két hossz előnye. Bubek jelenleg a második, aztán Bergspitze és Dancing Storm következik. Mesetárral Ifab Kozma István egyelőre válásra lovagolva a mezői második felében. Abszolút tudatosnak tűnik, hogy visszaveszi Mesetár, Sambóval egyetemben helyezkednek a sor végén. De Boyzével sem gyorsít különösképpen Kolumbán őrs, nem is kell, hogy gyorsítson, hiszen itt sem kap egyelőre támadást. Boyzé mögött egy-két hossza jön a teljes mezőny, Bubek, Berspice, Sambó, Mesetár, Dancing Storm sorrendben kezdik meg a verseny utolsó nagyjából 1300-1400 méterét. Boyzé előnye
nagyjából 3-4 hosszasa is hízik, továbbra is Bubek, az aki a második pozícióban galoppozik, Bubek mögött bent a falon Dancing Storm igyekszik egy kicsit felfelé, Bergspitze az élmezőn tagja, ott a pálya közepén pedig Sambó próbálkozik, a sort abszolút nem kiszakadva zárja a favorit Mesetár. Lassaskán a kanyarhoz ér a csapat, és azért Boyzé menet közben egy picit meg tudott szökni, 5-6 szelőnye van most már Bubekkel szemben. Boyzé, Bubek, Dancing Storm, Bergspitzét egy picit lovagolni kell, és azért Mesetárral is ez a helyzet, sőt, Mesetárnál Ifab Kozmának már a botot is elő kellett vennie, Sambó egyelőre a sereghajtó. Boyzét Bubek üldözi, Bubek nagyon-nagyon jó versenyt futva, abszolút a győzelemre játszhat majd a végén, sőt, könnyen lehet, már a befutóra fordulva átveszi a vezetést, mert Boyzé kezd fáradni, és hát mögöttük is elég messze vannak a többiek, és nem is tűnnek különösebben frissnek, Dancing Storm, Mesetár és Bergspitze triójáról van szó. Bubek az élen a 400-as táblát elhagyva, Mesetár most kezd kibontakozni, tud annyit jönni a favorit esetleg, hogy megverje Bubeket az utolsó 200 méteren, Bubek egyelőre 3-4 hossza a Mesetár előtt, Dancing Storm jelenleg a harmadik, Bergspitze próbálkozik, Mesetár pedig közelít folyamatosan, és még 100 méterre hátra van, Bubek egy picit talán kezd fáradni, Bubek vagy Mesetár, jön Mesetár lépésről lépésre, Bubek azonban még előtte van, és Bubek megnyeri a versenyt. Mesetár mögött Dancing Storm a harmadik, Bergspitze a negyedik, Boyzé és Sambó mögöttük a sorrend.